Eljött a szeptember, az iskola kezdés és a tanulás ideje. Ha már elhatároztad, hogy szeretnél javítani a kedvenceddel való kapcsolatodon, vagy kijavítanád az esetleges viselkedésbeli elakadásokat, akkor szeretettel ajánlom a figyelmedbe az online kurzusaimat, mint egy innovatív képzési lehetőséget. Ha a nyugodt láb melletti sétát szeretnéd hatékonyan és gyorsan elsajátítani egy nem megszokott megközelítéssel, akkor a láb melletti séta egyszerűen című videóanyagom az, ami segíteni fog ebben. Ha mélyebben meg szeretnéd ismerni a kutyák működését, ami elengedhetetlen az érzelmeik, viselkedésük pontos felismeréséhez, ebből adódóan a harmonikus kapcsolat kialakításához, akkor az ismerd meg a kutyát és az olvas a kutyáról, a testbeszéd nyitott könyv a neked való tudásanyag. A kölyök kutyák esetében a megfelelő szocializáció és helyes nevelés kulcsfontosságú, mert egy kutya életét, reakcióit az első 6 hónapjának a megalapozása határozza meg. Ez egy kiemelkedően fontos időszak, ezért ha fiatal kutyád van és hiányosságok nélkül szeretnéd nevelni, akkor a minden, amit egy kutyának tudnia kell 6 hónapos korig című kurzusom az, ami segíteni fog ebben. Amennyiben kedvenced minden eldobált ételt vagy mást felvesz a földről, ami a mérgezések miatt egy kifejezetten veszélyes szokás, az élelem ignorálása 5 lépésben című videóanyag lesz számodra a megfelelő, amiből megtaníthatod kutyádnak, hogy első szóra otthagyja a talált ételt, vagy hogy egyáltalán a szándékába se álljon felvenni. A gyermekek számára is készült egy ismeretterjesztő 4 részes kisfilm, amiből tanulhatnak a kutyák szükségleteiről, a gondoskodás fontosságáról, a kutyák testbeszédéről és a négylábúak társaságában való helyes viselkedésről. Ha a gyerekek korán megtanulják a kutyákhoz való helyes viszonyulást, akkor később elkerülhetőek lesznek az esetleges konfliktusok. Felnőtt korunkban már kevésbé szeretünk tanulni, de ha kutyával élünk, akkor felelősséggel tartozunk a fizikális és mentális egészségéért, ezért ha magunk miatt nem is, de kedvencünk boldogsága érdekében fontos, hogy a lehető legtöbbet kihozzuk a kapcsolatunkból.